Szeretettel köszöntök minden kedves sakkozót és a kedvelőt a Lólépésben című sakkmagazin 2013. júniusi adásában. A mai vendégünk Újhelyiné Magyari Zsuzsanna asszony, a megye egyik sakkbázisának, a Nagyhalászi Sportegyesületnek a képviselője, szakember, nem csupán a sakkal foglalkozik, hanem főállásban tanárnő is. Nem sokára műsorban kiderül, hogy miért bír ez a tény jelentőséggel. A mai segítőm változatlanul Barnóta Anita kisasszony, ő fogja a sötét és világos figurákat vezérelni a táblán. Ő egyébként, mint már elmondottam korábbi adásban, a Piremon NB2-es sakkcsapatának női játékosa és erőssége. Én pedig Gunyát Zoltán vagyok, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei sakkszövetségnek a titkára. Tisztelt nézőink, mint a májusi adásban elmondtam, a május hónapra a csapatbajnokságok küzdelmei véget érnek, ilyenkor gyakorlatilag egy uborka szezon következik be a megye és az ország sakk életében, ilyenkor csupán egyéni versenyeket rendeznek az egyesületek, szövetségek. Megyénkben két ilyen verseny lett megrendezve idén májusban, az egyik a Nyírbátori Sárkánykupa volt, amely nem anyósról és feleségről, hanem a Nyírbátor városának az eredeti tulajdonosáról és névadóiról, a Bátori családnak az emlékére lett megrendezve. A Bátori család címerében ugye megjelenik a sárkány is, a Bátor nevű ősi jóvoltából. Az ő emlékére rendeztek május elején egy nemzetközi kihatással is bíró rapid verseny, határon túli sakkozók is képviselték a sport romániai vonatkozásait. A versenyen a fiatalság győzött, idén nem első versenygyőzelmét aratta a Tiszavasvári Sportegyesület legjobb pontszerzője, az ifjú Lengyel László, a második a megyéből elszármazó Bács megyében lakó Karsai István mesterjelölt lett, a harmadik helyezés pedig a szerencse folytán az én tarsolyomba hullott. Egy másik komoly verseny, rapid verseny volt még június elején megrendezve a Nyíregyházi Tiszavasvári úti esélycentrumban, a Moravec Ferenc emlékverseny. Ezen a versenyen nem a fiatalság, hanem a tudás és a tapasztalat képviselői diadalmaskodtak. Az Áhonyi VSC-nek a kiválósága 73 éves Révész István újabb tornagyőzelmet aratott. Őt követte a Nyíregyházi Főiskola nyugalmazott docense, dr. Horváth László, a harmadik hely pedig a híres Bui sakkozónak, a sokadik virágzását élő Szulics Imrének jutott. Az idei évben meghonosítottunk az adásban egy feladvány megfejtő versenyt. Minden adásban bemutatunk egy hadállást a műsor végén, és kérjük a nézőinket, hogy oldják meg a feladatot, a helyes megfejtő között sakkönyvet sorsolunk ki. Ebben a hónapban egy olyan sakkozónak kedvezett Kaissa vagy Fortuna, illetve mind a kettő, akit bevallom 17 éve sakkozok, de nem ismerek, Csatári Lászlónak hívják, őt sorsoltuk ki győztesnek. Ha nem nézné a műsorunkat, akkor és nem jelentkezik, akkor e-mailben veszem fel vele a kapcsolatot, hogy nyereményét hová postázhatjuk. A táblán látható állást mutattuk be a megelőző májusi műsorban azzal, hogy sötét lép és győz. Az állás szemlélve teljes anyagi egyenlőség állapítható meg, mindkét félnek 6-6 gyalogja és 2-2 bástyája van. A D5 védett szabad gyalog miatt, minthogyha a világos esélyei kedvezőbbek volnának. Egy dologra azonban a sötét figurák vezetője felfigyel, a világos király meglehetősen indisponált helyen van, hiszen saját figurái és a sötét gyalogok, valamint a király közelítés tilalmának a szabálya teljesen elveszi a világos király mozgásának a lehetőségét. Erre figyel a kombináció végrehajtásakor, illetve észlelésekor, megtalálásakor erre figyel fel a sötét, amikor is először is egy úgynevezett helyfelszabadító áldozatot hoz. A gyaloggal C4-ről C3-ra lép,
Ugyanis, ha most akadálytalanul húzhatna bástya C7-C4-et, világos azonnal matton állna, hiszen nem léphet ki B3-ra az A4 gyalog miatt, király közelítés sem hajthat végre, a C vonalat pedig természetesen ellenőrzi a C4-re kerülő bástya. Más értelmes lépés nem lévén, hiszen a B3 esetén a C3-ról C2-re kerülő gyalog óhatatlanul vezéré változik, vagy pedig az F2 bástyát kell érte adni, és elsöprő anyagi fölényével könnyedén nyer sötét, ezért világos a bástya E3 üt C3 lépést húzza meg, amelyel úgy tűnik minden rendben van, hiszen minthogyha uralma rá kerítené a veszélyes C vonalat a világos bástya. Következik azonban a szellemes riposzt sötét részéről, két oldalról hajt végre támadást, hadd lépjem ezt én meg, Anita, bástya H8 üt H3, arról van szó ugyanis, hogy a bástya nem csupán C4-ről, hanem H3 B3-ról is mattolná a világos királyt. Ezért őriznie kell a C3 mezőt világosnak, hiszen a C3 mező átmeneti felszabadulása esetén, tehát mondjuk bástya C3-5-C7 esetén bástya H3-B3-mat, ha pedig a C3 bástya a H3 bástyát ütné, akkor C7-C4 bástyamat következne, ezért világos kénytelen megtartani és őrizni a C3 mezőt, és bástya F2-C2-t lép, azzal az ötlettel, hogyha valamelyik bástyával sötét ütne C3-ra, a másik bástya kerül vissza C3-ra, és bástya csere után előbb-utóbb világos nyerne. Itt következik azonban a helyfelszabadító áldozat, bástya C7-C4 sakk, C7-C4, sakk. A sakkból ugyanis világos nem léphet ki, kénytelen feladni a C3 pontnak az őrzését, kötelező a bástya C3-C4, és most, miután eltereltük a C3 pontról a torlaszoló figurát, bástya H3-B3 mat következik. Sötét tehát egy gyalog és egy bástya feláldozásával kihasználta a világos királynak az indiszponált helyzetét, és bemattolta néhány lépésben a magányos sötét királyt. Köszönjük a helyes megfejtéseket, és külön örülök annak, hogy nem aktív versenysakkozók is küldtek be helyes megfejtéseket. Az, hogy most a megye sakkéletében uborka szezon van, viszonylag kevés a verseny, nem jelent semmit sem, hiszen július 8-tól 14-ig rendezi meg a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei sakkszövetség a 32. nyírségi torna nemzetközi sakkverseny, amely színvonalas verseny is, és volumenében, létszámában az ország egyik legjelentősebb sakkversenye. Ez részben köszönhető annak is, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében több olyan sakkiskola létezik, amely nagy létszámban képviselteti az egyesületet a nyírségi tornán. Ezek között első helyen kell említeni a Nagyhalászi Sportegyesületet, amely minden évben egy busznyi sakkozót hoz be Nagyhalászol a versenyre is. A nyírségi tornán is érnek el figyelemre méltó eredményeket a nagyhalászi sakkozók, azon túlmenően más versenyeken is. Erről szeretném kérdezni műsorunk mai vendégét, Zsuzsanna asszony. Kérlek, Zsuzsa, mondd el, milyen iskola működik Nagyhalászban, milyen sakkiskola, hogy folyik ott az oktatás, és különösképpen arra volnék kíváncsi, milyen eredményekkel büszkélkedhetnek a nagyhalászi gyerekek. A Nagyhalászi Csuha Antal általános iskolában a sakk élet évtizedek óta pezsgő, ezt nyugodtan elmondhatom. Talán indulása óta mindig résztvevői vagyunk, akár a csapat, akár az egyéni diákolimpiai versenyeknek. Ebben az évben jelentős fordulat következett be, ugyanis szeptember 1-től a Baptista Szeretetszolgálat fenntartásába került át iskolánk, és az elnök ennek a szeretetszolgálatnak, Szenci Sándor úr, ő pedig itt négy szem közt elmondhatom, szintén a fekete-fehér bábuk bűvöletében él, úgyhogy hagyományteremtő szándékkal megrendeztük idén a Baptista Általános Iskolák első sakktornáját,
ahol pénzdíjazásra is sor került, ugye mindenhez pénz is kell, és ezzel is motiváltuk tanulóinkat. Talán nem váratlan ilyen sakkmúlta, hogy az első helyezést a nagyhalászi sakkcsapat nyerte el. Itt 250 000 forint volt az első díj, illetve az elnök úr felajánlott még 100 000 forintot havonta a sakk oktatás támogatására, és itt kapcsolódnék a nyírségkupához, mert a gyerekeinket ezekből az összegekből neveztük be a sakktornára. Reményeink szerint a sakkéletnek újabb lendületet fog adni az, hogy szeptembertől órarendi keretek között tervezzük bevezetni a sakkoktatást az első osztályokban, felmenő rendszerben, a többi osztályokban pedig szakkör formájában fogják a gyerekek gyakorolni ezt a szép és nemes játékot. Úgy is, mint sakkvezetőt, és főként úgy, mint tanárt szeretnélek megkérdezni, mit adhat a sakk a gyerekeknek, mind a kezdő szinten, mind az egyre emelkedő sakktudással bíró gyermekeknek? Úgy is, mint pedagógus, úgy is, mint szülő, mert az én gyermekeim is sakkoztak és sakkoznak. Szemmel látható, hogy hozzájárul ez a nemes játék a gyermekek sokoldalú személyiség fejlesztéséhez. Az nem lehet rossz, ha készfogással kezdünk egy játékot, és a végén az addigi egymás ellen küzdők készfogással fejezik be ezt a játékot. Ez a személyiségük, a jellemük minden oldalú fejlesztéséhez hozzá fog járulni, reményeink szerint. Aztán más megfigyeltem szülőként és pedagógusként, hogy a sakkozó gyerekek sok más tantárgyban is sikeresebbek, eredményesebbek lesznek, megtanulnak koncentrálni, az adott feladatudatuk kialakul, nem adják fel könnyen a küzdelmet. Én, mint szülő, sokszor idegeskedve néztem a gyermekeim küzdelmeit, és csodálattal néztem az első osztályos gyermekektől kezdve, milyen fegyelemmel viszik végig a játszmákat, aztán ha veszítenek, akkor is kezet nyújtanak, és a következő partihoz ugyanolyan rezzenéstelen arccal ülnek le, és ugyanolyan küzdeni akarás van bennük, mintha aznap akkor indult volna az egész verseny. Ezt magam is így tapasztaltam. Gyümölcséről ismerszik meg a fa. Milyen gyümölcsöket terem a Nagyhalászi Sportegyesület? Milyen eredményekkel büszkélkedhet? Én úgy tudom, hogy nagyon sok nagyhalászi sakkozó folytatja sakkpályafutását, miután elkerül középiskolába, illetőleg felsőoktatású intézménybe az ország más tájaira. Úgyhogy azt is szeretném megkérdezni, nem csak a Csuhanta általános iskola diákjai, hanem azonnan elszármazó, onnan továbbfejlődő sakkozók milyen eredménnyel rendelkeznek. Nem titok, hogy nem egy tanítványunk a Nyíregyházi Kölcsey Ferenc gimnáziumban tanul tovább, és ebben az évben is így volt, hogy a Kölcsey Ferenc gimnázium sakkcsapatát nagyhalászi általános iskolából elkerült diákok, köztük az én lányom is alkották, nem dicsekvésképpen, az országos diákolimpia csapatdöntő 8. helyezést értek el, de az elmúlt évtizedekben volt csapatban második, harmadik helyezésünk, általában a mezőny első felében végeznek diákjaink. Ez nagyon nagy büszkeséggel tölt el minket. Az iskolavezetés is és a városvezetés is mindig jutalomban részesíti ezeket a gyermekeket. Most pedig új fenntartóhoz kerülve reményeink szerint ez a lendület nem fog megtörni. A Nagyhalászi Sakkegyesület, én tudom ezt ugye hivatali posztomból is, rendszeresen részt vesz a megyei csapatbajnokságnak a küzdelmeiben. Az idei 2012-13-as évben a Nagyhalászi Sportegyesület igen sokat javított a megelőző évekbeli helyezésén. Igen, 9. helyezést ért el a szakosztály, még annyit a szakosztály múltjáról, hogy 2006-ban alakult ez a szakosztály. Ugye végigkövettük, hogy általános iskolában sakkoznak a gyerekek, aztán szerencsés esetben a gimnáziumban is megfelelő környezetbe kerülnek, ahol támogatják ezt a sportágat. Aztán előfordulhat, hogy elkalódnak, de nagyon sok esetben a már felnőtt korú volt tanítványaink ebben a szakosztályban sakkoznak tovább. Ezzel a céllal is alakult ez a szakosztály meg. Ebben az évben 9-ek lettek a megyei sakkbajnokságban 43 ponttal. 20 igazolt versenyzőnk van, ebből 2 vendégversenyző. Reményeink szerint további fejlődés várható. Biztos vagyok benne, hogy ez így fog történni. Én még annyival szeretném kiegészíteni az elmondandódat, hogy az országos sakk viszonylatában is szinte egyedülálló, hogy nem csupán ifjúsági nevelőbázis a Nagyhalászi Csuha Antal általános iskola, hanem az utánpótlás és felnőttkorú női sakkozás
Magyarországban is számottevő tényező. Rendkívül kevés az olyan egyesület, ahol ilyen sok lány és felnőttnek tekinthető női versenyző versenyez az igazolt versenyzők összlétszámához képest. Ennek őszintén örülök, hiszen az országos viszonyokra nincs rálátásom, de ez továbbra is arra fog minket serkenteni, hogy támogassuk a sakkoktatást, a sakképzést. Terveink szerint, mint mondtam, szeptembertől óra rendi keretek között a Polgár Judit nevével fémjelzett tankönyvből, és fogjuk az oktatást megoldani. Két kollégánk elvégezte a Polgár Judit nevével fémjelzett továbbképzést, és így a tárgy és a személyfeltételek is adottak a továbbfejlődéshez, úgy gondolom. Ez igazán nagyszerű hír. A Nagyhalászi Sportegyesületet illetően jut eszembe, hogy nincsen olyan egyesület, ahol egy lelkes, ha nem is magas szaktudással bíró, nem is a legmagasabb szaktudással bíró, de egy lelkes és egyéb iránt hozzáértő szakember ne volna az egyesületben, aki vállán viszi a szervezési, vezetési kérdéseket. Nagyhalászban ilyen Hegedűs János tanár úr, de én úgy tudom, hogy voltak Nagyhalászban komoly sakkozó oktatók is, akik okították a játék különböző szabályaira, törvényszerűségeire és szükséges ismereteire a nagyhalászi sakkpalántákat, akik magasabb szintre vitték a nagyhalászi sakkozók egy részét. Igen, itt kell megemlékeznünk Mihalkó Józsefről, aki szívügyének tekintette a nagyhalászi tehetséges gyerekek képzését, oktatását, rendszeresen megjelent a városi rendezvényeken, sakkal kapcsolatos rendezvényeinken szimultánt adott, illetve egy-két fős képzéseken fejlesztette a gyerekek felkészültségét. Itt a megnyitások, középjáték, matadás területén, ami tömegesen, hogy úgy mondjam, még nem volt megoldható szakköri formában. Azt hiszem, hogy Nagyhalászban minden feltétel adott, hogy a sakkozás magasabb szintre emelkedjen, mind az iskolában, mind az egyesület utánpótlás bázisát képező Csuhantal általános iskolában. Én bízok benne, hogy rövidesen a megyei csapatbajnokságban is érmes helyekért fog küzdeni a Nagyhalászi Egyesület, és még szebb, még fényesebb érmeket fog elérni a Diákolimpia egyéni, illetve csapatországos döntőiben. Reményeink szerint így lesz, mi is ezen dolgozunk. És most azt hiszem, hogy itt az ideje annak, hogy sakkozunk is. A műsor további részében feladatokat szeretnénk megoldani. Jelen kombinációkkal az idő tényezőt szeretnénk demonstrálni a tisztelt nézőinknek. Ezeket az állásokat én nem helyes szakszóval, duálos, kettős állásnak szoktam nevezni. Azon kombinációt láthatjuk a táblán, ahol mindegy, hogy kilép, ha világos van lépésen, akkor világos indul és nyer, ha pedig sötét van lépésen, akkor sötét indul és nyer. Az adott állásban láthatjuk az állás nyíltságának összes jellemzőjét, nincsenek összetolt gyalogszerkezetek, nincsenek egymással szorosan szemben álló figurák, hanem viszonylag gyenge alapsoron álló világos király, illetőleg tisztjeitől viszonylag távol, szellős állásban állomásozó sötét királyt látunk. Ebben az adott állásban tehát mindkét királyt különös veszély fenyegeti. Először nézzük azt, hogy hogyan nyer világos. Világosnál azt láthatjuk, hogy a futó is, a bástya is és a vezér is, mint az éhes farkas les a magányos sötét királyra. Először is megvalósítunk egy elterelő áldozatot, a vezér ugyanis őrzi a királyhoz vezető H8 mezőt, bástya B7-B6. Ezzel kötést képzünk, ugyanis a hatodik soron a vezér nem léphet el, mert akkor sakk lenne, tehát a bástya mintegy leköti a királyt a vezér támadásával. Más nem tehet sötét, mint hogy a vezér F6-tal vezér leüti a B6 bástyát, és ezzel az elterelő bástya áldozattal teljesen megtisztítottuk a mattadáshoz vezető utat. Figyeljük meg, minden sötét tiszt messze került a királytól. Vezér C8, H8, sakk. Egyetlen szabályos lépés lehetősége van a királynak, hiszen H5-re nem léphet a futó miatt, G7-re és H7-re a vezér miatt, király G5 az egyetlen szabályos lépés, és most már könnyű kitalálni, mi a mattadó lépés.
futó E2-H5. A király körüli mezőket torlaszolják a világos gyalogok, a sötét mezőket és a H7 világos mezőt ellenőrzi a vezér, míg az F7 és G6 mezőt a futó ellenőrzi, a futót pedig nem ütheti le a sötét király, mert őrzi a vezér, így sötét mattot kapott. Állítsuk vissza az állást. Az adott állásban, amennyiben sötét lép, akkor is győzedelmeskedni fog. Itt a motívum az úgynevezett alapsor gyengeségének a kihasználása. Amikor kombinációt fejtünk meg, mindig arra kell figyelni, hogy milyen a figurák mozgása, lehetőségei, illetőleg milyen a figurák közötti összhang, valamint milyen a megtámadni kívánt királynak a helyzete. Azt láthatjuk, hogy a világos király nem léphet ki a második sorra, mert H2-n és F2-n saját gyalog tartózkodik, a G2 mezőt pedig a H3 gyalog ellenőrzi. Csak F1-en és H1-en mozoghat a világos király, ezért könnyű az ötletet meglátni. Alapsori mattot kell adni. A bástya D5-ről D1-re nem tud mattot adni, mivel hogy a futó ellenőrzi a D1 mezőt, ezért a vezér sakk és mattadását kell lehetővé tenni. A vezérnek az alapsorra A1 mezőre kerülését akadályozza az E5 huszár. Ezért egy helyfelszabadító sakkot kell adni, huszár E5 F3 sakk. Világos vagy leüti a futóval a huszárt, vagy kilép F1-re, teljesen mindegy, mivel hogy ebben az esetben itt alapsori gyengesége következik be, és amennyiben mondjuk kilép F1-re, vezér H1 sakk következik, és világos nem tehet más, mint a futót közbehúzza C1-re, és nem a bástyával, hanem a vezérrel ütjük le a futót. A vezér ugyanis a bástyával ellentétesen ellenőrzi az E2 pontot, így világos mattot kapott. Amennyiben pedig tegyük vissza F6-ra. Amennyiben pedig a futóval leütnénk a huszárt, arra is vezér A1 következik, és futó F3 D1, vezér A1 D1 után újfent matt. A következő állásunk ugyanolyan, mint az előző, bármelyik fél indul, akár világos, akár sötét. Ha világos van lépésen, akkor világos nyer, ha sötét van lépésen, sötét nyer. Ezek megint csak ugye nyílt állások, és arra mutatnak rá, hogy annak, hogy ki van lépésen, annak az egy lépésnek, mint időelőnynek is milyen óriási jelentősége van. Az adott állásban úgy látjuk, hogy mind világos, mind sötét király ellenkező oldalra sáncolt, avagy ahogy szokták mondani, rosált. Világos, hosszú oldalra sáncolt, a sötét király pedig rövid oldalra. Az ilyen jellegű állásoknak van egy nagyon fontos stratégiai motívuma, az szokott nyerni, ha valaki különös elnézést, hibát nem vét, aki hamarabb támadja meg eredményesen a másik királyát. Tehát olyan esetben, amikor a királyok ellenkező oldalra sáncolnak, adott a stratégiai terv, meg kell támadni az ellenfél királyát, és akinek hamarabb érkezik a támadása, az szokott nyerni, passzív védekezésre rendkívül kevés állásban célszerű beállni. Láthatjuk, hogy mindkét szín, sötét is, világos is felsorakozott az ellenfél királyával szemben. Jelen esetben világos egy úgynevezett eltereléses motívummal tehet elsöprő anyagi előnyre szert. Arról van szó, hogy vonalban vannak, mint egy ütegben a vezér a bástyával, sötét figurák között is és világos figurák között is. Sötétnek azonban, illetve világosnak azonban lehetősége van arra, hogy a világos vezért biztosító bástyát elterelje.
azok után pedig vezér D3-ű C4-en lenyerheti az ellenfél vezérét. Adódik tehát a terv, el kell terelni az adott figurát, azaz bástya E2-E8 sakk. És amennyiben sötét a bástya C8 üt E8-at húzza, abban az esetben világos győzelmet biztosító anyagi előnyre tesz szert, vezér D3 üt C4-jel. Amennyiben pedig, azt hiszem az állás megnyerése innen már nem igényel különösebb segítséget, amennyiben pedig világos ezt a lehetőséget, amit az imént mutattam, észleli és kilép a királya a G7-re, ebben az esetben pedig a bástyák összeköttetésének feloldásával tudunk győzelemre szert tenni, ugyanis a vezérrel leütjük a C4-et, és ha sötét visszaüt, ebben az esetben az A8 bástya kasszírozásával teljesen nyert állásra teszünk szert, ugyanis két bástyánk marad egy bástyával szemben, az állás nem kell tovább ragoznunk. Műsoridunk végéhez közeledvén, ebben a műsorban is szeretnénk egy feladatot mutatni a kedves nézőknek, amelynek megfejtését várjuk a szokásos e-mail címre lolepesben@gmail.com. Az állás jellegzetessége, ha már duálos, kettős megfejtésű állásoknál tartunk, ugyanez, ha világos indul, akkor világos nyer, ha sötét indul, akkor sötét nyer. A megfejtéseket tehát mindkét színre kérjük, és postai úton a kisorsolt nyertes között egy színvonalas sakkönyvet fogunk kisorsolni. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, a viszontlátásra!